Szeretettel köszöntöm a vonalba Kosztur Andrást, a 21. század intézet vezető kutatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Minden hír, ami az orosz-ukrán háborút illeti, nagy figyelemre számíthat, és a legutóbbi hír, miszerint az orosz és a belorusz hadsereg egyesül, talán felkiáltó jeleket is hozhat, hiszen ez egy újabb frontot nyithat meg, egy újabb perspektívát, és nem lehet biztosan tudni, sőt, biztosan nem lehet tudni, hogy ez most hamarabbi befejezéséhez vezet a háborúnak, vagy inkább eszkalálódik. Ön hogyan látja ezt a kérdést? Hát alapvetően nem lehetünk biztosak abban, hogy a jelenlegi Belarus területén zajló csapatmozgásoknak mi a tulajdonképpeni célja. Ugye gyakorlatilag már nyár óta újból és újból felmerül az a lehetőség, hogy az oroszok, ugyanúgy, ahogy februárban, tehát a háború legelején, újabb támadást indíthatnak Belarus felől, akár ismét Kijev ellen, akár az ország, tehát Ukrajna nyugati területei ellen. Erre azonban eddig nem került sor. Ugye ezeknek a mozgásoknak viszont lehet egy másik célja is a támadás előkészítésén kívül, az, hogy ezáltal ukrán csapatokat kössenek le a Ukrajna északi részén, amelyek ugye értelemszerűen hiányoznak azokról a front szakaszokról, amelyeken a tényleges harcok zajlanak. Ugye ez jelenleg elsősorban Bakhmut környéke, illetve a zaporizsiai front szakasz. Tehát pontosan nem tudhatjuk, hogy mi is a célja valójában az oroszoknak ezzel, és nyilvánvalóan ez csak akkor derül neki, hogyha ténylegesen bekövetkezne ez a támadás, és azt sem tudhatjuk, hogy a belarusz hadsereg ebben végül részt venne, vagy sem. Tehát azt tudjuk, hogy csapatmozgások vannak, ezek szerint azt nem tudjuk biztosan, hogy ez a csapatok, a hadseregek egyesüléséhez vezete, vagy akár támadáshoz vezete. Akkor talán az a kérdés merül föl, hogy az oroszok céljának miért veti alá magát a belorusz vezetés? Én még visszatérve a hadseregek kérdésére, ugye alapvetően létrehoztak egy közös regionális csoportot, hadseregcsoportot gyakorlatilag az orosz és a belorusz erők, ebbe a belarusz fegyveres erők gyakorlatilag teljes létszámban csatlakoztak, és emellé jelenleg 9000, legalábbis ennyiről tudni, 9000 orosz katonáról tudni, aki szintén az ország területén állomásozik, ez ugye azóta már nőhetett, de a tervek szerint ugye 15000 orosz katona venne részt ebben a közös csoportban. De még ugye azt sem tudhatjuk, hogy például ez a közös csoport lenne az, amely mondjuk adott esetben újabb műveletekbe kezdene Ukrajna területén, illetőleg nyilván tehát a belarusz vezetés ezt úgy kommunikálja, hogy gyakorlatilag itt egyrészt Ukrajna felől, másrészt pedig a Lengyelország vagy Litvánia felől érkező fenyegetések ellen van szükség erre a közös csoportra. Na most, tehát vannak ugye, közös érdekek? Hát lényegében igen. És az, hogy ugye Belarus miért vesz részt ugye ebben elevetett, nyilván február óta gyakorlatilag átengedi a területein az orosz csapatokat, és több rakéta támadást is indítottak Belarus területéről az orosz csapatok, valamint azt is láthatjuk, hogy például tehát ennek a regionális közös csoportnak a keretein belül például, hogy a MiG-31K típusú repülőgépeket, tehát a Kinzhal hiperszónikus rakéta hordozó repülőgépeit is Belarus területén állomásoztatják, és amikor ezek a repülőgépek felszállnak, akkor Ukrajna területén gyakorlatilag automatikusan Ukrajna teljes területén légiriadót kell bejelenteni, tehát láthatjuk, hogy Belarus ezekben részt vesz. Ennek az okai nyilván hosszabb távra nyúlnak vissza, gyakorlatilag két legkorábban is vissza kell mennünk a 2020-as belarusz elnökválasztásokig. Ugye 2020 augusztusában az elnökválasztásokat Minskben zavargások kísérték, pontosabban az egész ország területén zavargások törtek ki. Ugye a nyugati országok és Ukrajna is az ellenzéket, tehát a belarusz ellenzéket kezdte támogatni, ugye mind anyagi, mind politikai értelemben. Több ország gyakorlatilag nem is ismerte el Alekszandr Lukasenkót belarusz elnökének, hanem helyette az ellenzéki jelöltet, Szvetlana Tsihanovszkáját ismerték el, és értelemszerűen ez megszüntette a belarusz korábbi két, tehát több vektorú politikáját, ami
gyakorlatilag egy kiegyensúlyozott viszonyra törekedett egyszerre a Nyugattal és Oroszországgal is. De Belarus mindvégig persze szoros szövetségese volt Oroszországnak, és ez prioritást élvezett, hiszen gazdasági értelemben is sok szempontból függ Belarus jóléte az Oroszországgal való gazdasági kapcsolatoktól, de éveken keresztül Belarus arra törekedett, hogy a Nyugattal is valamelyest rendezze a kapcsolatait, és egyfajta híd szerepet játszon Kelet és Nyugat között. Na most ugye 2020-ban ennek a lehetősége szűnt meg azzal, hogy a Nyugat gyakorlatilag nyíltan szembefordult a Minszki vezetéssel, és innentől kezdve láthatjuk azt, hogy egyre-egyre szorosabbá vált a belarusz és az orosz kapcsolat. És ugye ezzel párhuzamosan Ukrajna csatlakozott gyakorlatilag a nyugati politikához, sőt, olykor meg is előzte azt, tehát például amikor 2021 tavaszán Minszkben leszállítottak egy repülőgépet, amelyen egy belarusz ellenzéki aktivista ült, akkor Ukrajna volt gyakorlatilag az egyik első, aki újabb szankciókat vezetett be Belarus ellen, és nyilvánvalóan ezt Minszkben nem felejtették el. Tehát a 2014-es események után a belarusz-ukrán kapcsolatok még rendezettek voltak, Petro Poroshenko elnök és Lukashenko között alapvetően jó kapcsolat volt, Belarus nem ismerte el a Krimet Oroszország részének, és a szakadár köztársaságokat sem ismerte el, viszont ez ugye 2020 után folyamatosan megváltozott, egyre romlott, és annak ellenére, hogy korábban Lukashenko úgy nyilatkozott, hogy nem engedni át az orosz csapatokat, Ukrajna ellen vonuló orosz csapatokat belarusz területén, végül erre mégis sor került, és ennek az oka egyrészt a nyugati belarusz kapcsolatoknak a megromlása, másrészt pedig az, hogy az ukrán belarusz kapcsolatok is ezzel párhuzamosan folyamatosan romlottak. És a belviszonyok mennyire változtak meg, hiszen akár Belaruson belül se volt teljes elfogadás Lukashenko iránt. Most hogyan tudja elfogadtatni a közvéleménnyel ezt a fajta pártválasztást? Hát ugye pontosan nem tudhatjuk, hogy a belarusz társadalomban milyen hangulatok uralkodnak, azért alapvetően többségében valószínűleg inkább az oroszok felé húzó társadalomról lehet szó, de független közvélemény kutatások hiány nehéz lenne erről pontosat nyilatkozni. Azt láthatjuk, hogy a szervezett ellenzéki mozgalmak jelentős részét azért 2020 után, amelyek veszélyt jelentettek volna a rendszerre, azokat jó részt sikerült felszámolni, tehát ezeknek a tagjait vagy letartóztatták, vagy emigrációba vonultak. Ugye ez is egy fontos szempont a jelenlegi belarusz háborús részvétel kapcsán, hogy a belarusz ellenzékiek egy része, tehát a nacionalista ellenzéki csoportok egy része az ukrán hadsereg kötelékén belül önálló osztagot alkotva részt vesz jelenleg a harcokban, és ők ugye nyíltan deklarálják azt a szándékukat, hogy abban miután sikerült Ukrajna területéről kiszorítani az orosz csapatokat, ugye a jövőben majd Belaruszt is úgymond felszabadítják, magyarul, hogy megdöntik majd Lukashenko rendszerét, ezt a belarusz elnök rendszeresen fel is említi, hogy Ukrajnában gyakorlatilag fegyvereseket képeznek ki, akik a belarusz rezsim megdöntésére törnek, tehát ez is egy szempont ugye a két ország viszonyát illetően. Ami nem tűnik akkor most már békésnek a legkevésbé sem. Nem, alapvetően nyilván nem békés, viszont azt láthatjuk, hogy Ukrajnának nyilván nem érdeke az, hogy Belarus belépjen a háborúba, és annak ellenére, hogy Belarus területéről történtek csapások Ukrajna területére, még az orosz erők által is, nem a belarusz csapatok által, Belarus területét Ukrajna nem támadja. Tehát sem nyíltan, sem olyan rejtett, úgymond rejtett módon, mint ahogy mondjuk Oroszország területén, hogy több támadást is végrehajtott, úgyhogy egyébként ezeket nem ismerte el az ukrán vezetés, de nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy az ukránok hajtották ezeket végre. És Belarus területén ilyenekre nem került sor, hiszen Kijev igyekszik kerülni azokat az incidenseket, amelyek a konfliktus eszkalációjához vezethetnének Belarusszal is, hiszen egy gyakorlatilag a fővárostól 80-100 kilométerre lévő újabb frontszakaszra most biztos nincsen szüksége az ukrán vezetésnek. Másrészt viszont egyébként Belarus oldalról elég gyakran nyilatkoznak úgy, hogy az ukránok gyakorlatilag provokálják őket, hogy ebből mi igaz, mi nem, azt persze nem tudhatjuk. Az tény, hogy Ukrajna komolyan veszi a lehetőségét annak, hogy újabb támadás érheti észak felől. Rengeteg videó és fényképfelvétel látott már napvilágot arról, hogy milyen
erődítési munkálatok zajlanak ezen a határszakaszon. A belaruszok azt állították, hogy az összes hidat felrobbantották, amelyek ezen a szakaszon vannak, illetőleg az összes utat gyakorlatilag aláaknázták, tehát, és tényleg látszik az, hogy tehát árokrendszerek és erődrendszerek épülnek ezen a szakaszon is, tehát Ukrajna ezt komolyan veszi. Ugye a belaruszok az állítások szerint 17 ezer katonát csoportosítottak át erre a határszakaszra. Nyilván látható, hogyha csak annyi a célja ezeknek a belarusz területén történő csapatmozgásoknak, és annak, hogy folyamatosan fenntartják a lehetőségét annak, hogy belarusz beléphet a háborúba, ha csak annyi a célja, hogy ukrán csapatokat és erőforrásokat kössenek le, akkor ilyen szempontból ez egy sikeres műveletnek tekinthető, hiszen ez megtörténik, hogy ez önmagában döntő hatással bír-e a konfliktusra, azt persze nem tudhatjuk. És az orosz és belorusz kapcsolatok mennyire válhatnak ezáltal szorosabbá? Vannak ugye nyilván a nyugaton is olyan félelmek, hogy Oroszország szeretne egy újabb, egy egyesült orosz birodalmat létrehozni. Ez lehet egy kis lépése felé? Hát azt láthatjuk, hogy igen, a politikai kapcsolatok, gazdasági kapcsolatok ténylegesen Oroszország és Belarus között egyre szorosabbá válnak. Ugye már a 90-es évek vége óta a két ország között hivatalosan létrejött egy szövetségi állam. Ez azonban tartalommal nem töltődött fel egészen az elmúlt évekig, tehát most láthatjuk azt, hogy a tényleges integráció, tehát egy szorosabb integráció az már javában zajlik. Itt azonban jelentős problémák vannak a két ország között, pontosan a konfliktusos pontok, amelyek elsősorban abból fakadnak, hogy Oroszország és Belarus gazdasági társadalmi berendezkedése gyökeresen eltér egymástól. Tehát Belarus egy tulajdonképpen szocialista jellegű ország, ahol mai napig az állami tulajdonú gazdaság dominál, tehát a nagyvállalatok jelentős része állami kézben van. Nem alakult ki egy oligarchikus réteg sem, és mert ugye kis vállalkozásokat engedik, és hogy ilyen szempontból van azért ott is egy tehetősebb réteg már, tehát nem a szovjet típusú berendezkedés továbbélésére kell gondolni, de alapvetően a csekély vagyoni különbségekre épülő társadalomról van szó, ahol az állam kontrollálja a stratégiai ágazatokat. Most ugye Oroszországban ezzel szemben a 90-es években egy nagyfokú privatizáció zajlott le, amelynek az eredményei mai napig fennmaradtak. Ugye ott van egy eléggé széles oligarchikus réteg, illetőleg néhány állami óriásvállalat, amelyben szintén van egyébként magántulajdon részesedés, és ezek a tehát, és nyilván ennek megfelelően az orosz társadalomban a vagyoni különbségek is jóval jelentősebbek, mint a Belarusban, és ezekből a különbségekből fakadóan nehéz a tényleges integrációt megvalósítani, hogy ennek a gyakorlati kérdéseire is például rámutassunk, akkor ugye az egységes gázpiac létrehozásának a feltételeként a Gazprom például a belorusz gázvezetékrendszereknek a privatizációját kérni, és akkor ebben az esetben Belarus is az oroszországi vállalatokhoz és fogyasztókhoz hasonló, vagy pontosabban azonos áron juthatna hozzá az orosz gázhoz, ezt viszont a belarusz vezetés nem igazán szeretné végrehajtani. Tehát ilyen jellegű kérdések, gyakorlati kérdések, amelyek ebből a eltérő berendezkedésből fakadnak, ugye számos ilyen van, azt láthattuk, hogy 2020-ban is látható volt, hogy azért az orosz oligarchikus körökben számos ellenfele van a belarusz vezetésnek, éppen azért, mert ezeket a területek, tehát a belarusz területen nem zajlott le az a privatizációs folyamat, aminek az orosz oligarchák, az orosz üzleti körök is egyébként haszonélvezői lehettek volna, akár az állami nagyvállalatokra gondolunk, akár a magánvállalkozókra és oligarchákra, tehát hogy ez egyfajta különbséget jelent, egyfajta konfliktust jelent, tehát látszik, hogy az orosz eliten belül is vannak a Lukasenko rendszernek kritikusai, bírálói, hogy ezeket a konfliktusokat milyen módon sikerül feloldani, az a jövő egyik nagy kérdése. Tehát ez nem nevezhető egy kikövezett pályának.
ellenben a háború kimenetele mindannyiunkat foglalkoztat. Ebben milyen szerepet játszhat ez a típusú csapatmozgás? Hát pontosan nehéz lenne megítélni. Nyilvánvalóan ukrán erőket kötnek le, azt már láthatjuk jelenleg is, hogy kisebb előrenyomulások már egyre újabb és újabb frontszakaszokon történnek, legalábbis orosz állítások szerint. Ugye a zaporizsiai front is megmozdult, Ugledár környékén is, vagy Ugledár ukránul, ugye azon a környéken is történtek elvileg előrenyomulások, Bakhmut körül is, ha minden igaz, szorul az orosz gyűrű, tehát láthatjuk azt, hogy tényleg, és plusz ugye látjuk a erőltetett mozgósítási törekvéseket Ukrajnában, látható, hogy fogynak valószínűleg az ukrán tartalékok, hogy ezt mennyire sikerül pótolni, akár a fegyverekre, akár az emberekre gondolunk, az egy ilyen szempontból nagyon fontos kérdés lehet, és nyilván így ebből a szempontból vizsgálva is fontos ez a jelenlegi belarusz kérdés is, hiszen, mint mondtam, ezek jelentős erőforrásokat kötnek le, amelyek hiányoznak máshonnan, tehát így egyfajta dominóhatást egyik lépcsőfokaként értelmezhető mindenféleképpen ez. Az, hogy ténylegesen végül milyen eredménye lesz, hogy lesz-e valamiféle nagyobb támadás a február 24-eihez hasonló jelentős offenzíva észak felől, azt pedig a jövőben meglátjuk, ahogy azt is, hogy ennek mondjuk adott esetben milyen eredménye lehetne. Tényleg csak találgatni tudunk azzal kapcsolatban, hogy mi lehet az oroszoknak a terve, tehát akár elképzelhető egy újabb nagy offenzívának a mondjuk egy meglepetésszerű végrehajtása, de akár az is, hogy a jelenlegi lassú, felörlő taktikát próbálják folytatni, abban bíz, hogy Ukrajna előbb-utóbb úgy is kimerül. Nem tudhatjuk ezt, meglátjuk tényleg. Igen, hát sajnos nem tudjuk ennyire távolról szemlélni, de valóban nem lehet többet erről most mondani, mint hogy majd meglátjuk, csak hát ugye már küszöbön van a Kárpátalján is a kényszer sorozás, illetve Európa is egyre újabb és újabb fegyvereket szállít Ukrajnának, tehát nyilvánvalóan mindenki az eszkalálódástól tart, de valóban erről jelen pillanatban nem lehet igazán biztosat mondani. Nagyon köszönöm a beszélgetést Kosztur Andrásnak. Én köszönöm.